Jordan Adél, Lázár Kati és Jordan Tamás lánya olyan felszabadító nyíltsággal és egyenességgel tudnak beszélni a kapcsolatukról, amely az idei Terézanyú pályázatunkban is téma, az anya-lánya kapcsolat. A beszélgetésünkbe be fog kapcsolódni Kleke Zsuzsa is, a támogatónk, a Richter kommunikációs vezetője, aki maga is gyakorló anya, úgyhogy egész biztos, hogy bőven lesz hozzáfűzni valója. Szerintem ez egy nagyon jó szerepelési lehetőség is nagyon sok nő számára, hogy egyáltalán olyan problémákról írhat, megrendítő módon egyébként, mert hogy ezek nagyon megrendítő írások, amiket kapunk. Már az is egyfajta megkönnyebbülés nagyon sok nő számára, hogy legalább ezt leírhatja. Látszik, hogy erre szükség van. Az első két helyet azt nem tudtam eldönteni, mert a színház és az apukám között betekedett, és akkor én így a harmadiknak éreztem magam. Hogyha meg ez az anyunak rosszul esik, vagy ezt érzi, akkor azt mondom, nem feltétlenül kell rangsorolni, csak nagyon rengeteg helyzet volt olyan, hogy már eladél most várjál, mert apuval most valami nagyon, nagyon fontosat beszélünk meg, tehát hogy a színház, tehát azt én tudtam, mivel én magam is így éreztem, tehát hogy az tényleg annyira első helyen állt a családunk életében, tehát abból én biztos voltam, hogy akkor nekem hátrébb kell húzódnom. Igen, rengeteg bűntudatot okozott, és szenvedést okozott, és fájdalmat, amikor elmentem otthonról, és mentem próbálni, de ahogy közeledtem a színház felé, egyszer csak ez el. Mindig akartam a szabadságot, a sál nélküliséget, a szűk öv nélküliséget, a mezitlábozás, mindig vele is akartam. De nem csak így, minden vonalon. Nem volt fontos nekem, hogy tanuljon nagyon. Úgyis a szél majd oda viszi, ami ő lesz. Az ember ki van téve annak, hogy örökké ítélkezünk, és félünk attól, hogy megítélnek. Az ellen talán egy icipicit tudatosan is megyek, tehát hogyha például vannak gyengeségeim, vagy olyan, amit annak gondolok, akkor megpróbálok ellene menni pont azzal, hogy ezeket kimondom. Húsvét jött, festettük a tojásokat, szépen betettük a kis kosárba, Adél közben meg előzőleg adott nekem egy rajzát. Én mindig imádtam, ha ő csinál valamit. És összevesztünk, de akkor volt 6 éves, 5 éves, összevesztünk. És akkor oda csapta a tojásokat, eltörtek. És akkor én bedöltem, és eltittem a rajzat. És akkor átsírt, akkor meg úgy megbántam, hogy összeragasztottuk ott. Emlékszel? Emlékszem. Hát mit csináljak, ha ez jött? És te fel szoktad magadnak tenni a kérdést, hogy elég jó anya vagyok-e? Tehát ezzel te gyötröd magad? Nem. Egyáltalán. Milyen szerencsés, mondd meg. Velem nagyon sokszor volt ez, hogy nekem tényleg olyan a munkám, hogy sokat kell ott lenni, és hogy egy délután 4-kor kezdődő anyáknapi bemutató, az a helyzet, hogy szerintem az egy nehezen megugorható dolog, és mind a mai napig nem tudom azt, hogy létezik az, hogy az ovis csoporttársaknak a nagy része ott tud lenni az összes szülő. És hogy mindig azt kérték a gyerekek, hogy ne késsek el, de ha már elkések, akkor viszont ne bőgjek, és ne fújjam az orromat az ünnepség alatt hangosan a meghatottságtól. Én azt gondolom, hogy nagyon sok nő van, aki hihetetlen lelkiismeret furdalással küzd nap mint nap. Igen, és talán ezért tudnánk egymást segíteni, mi nők, hogyha minél bátrabbak és őszintébbek vagyunk, és egymást erősítjük, és akkor ezáltal talán könnyebb tud lenni a helyzet. Ezt a fajta nyíltságot és felszabadultságot szeretném nagyon, ha viszont láthatnánk az általatok írt pályázatba, hogy tudjunk beszélni arról, hogy milyen kapcsolat fűz minket az édesanyánkhoz, mi az, amit továbbadunk ebből a lányainknak, és mennyire vagyunk abban annak tudatában, hogy mit hozunk otthonról. Gondolkozzatok rajta, és írjátok le nekünk maximum 5000 karakterben, szigorúan egyes szám első szemében, és a terezanyu.hu honlapon keresztül május 1-ig küldjétek be nekünk.